Sziasztok, üdvözletem innen az Arany János utcai metró megállótól. És ilyen... annak apropója, hogy itt vagyok, az az, hogy éppen átépítés alatt van a tér, és emiatt a közlekedésben is jelentős változások lesznek. De nézzétek csak meg. Hát jelenleg itt zajlik a tér átépítése. Lehet látni, ott már csináltak egy nagy gödröt. Ott van a munkagép. És ha jobban megnézitek, akkor észreveszitek, hogy a felső vezetéket már leszették. Tehát nyilván itt az a trollibusz végállomás, vagy tartózkodó meg fog szűnni. Hát most ugye itt van egy Ikarusz, látjátok, egy 280-as, ami éppen 72-es trollit fog pótolni, ugyanis már csak az önjáró SST-t a trollik tudnak most majd ide bejönni. Akkor látjátok, itt elment éppen egy SST, a 72-es vonalán. Most a jelenlegi állás az, hogy még egy körülbelül 2 vagy 3 hétig ez a trollibusz végállomás itt van, de egyébként pedig meg fog szűnni, és ott a toldimozi előtt a baj csinál, ugye arrafele fognak visszafordulni. Majd mindjárt azt is meg fogjuk nézni. Látjátok, ilyen tájékoztatókat raktak ki. Itt maga ez a rész van most lezárva, ez fog elvileg megújulni. Valahogy. És itt a toli tartózkodó fog megszűnni, itt ebben a régi fotóban még jól látszik, hogy még a felső vezeték is ott van. És itt van a maga a metró megálló, és a metró megálló környéki üzletek azok zavartalanul működnek. Csak annyira van elkerítve, amennyire muszáj. És a visszafordító az meg majd itt lesz valahol, de itt az Ebrán túl. A térképen nincs, de majd meg fogom nektek mutatni. És igen, szóval látjátok, hogy ez már itt az elkerítetünk a terület. És ott jön épp egy 73-as lori, meg egy 72-es lori pótlóbusz. És úgy tűnik, hogy mindenket Ikarusszal pótolják. Ez már az átépítésnek a helye. Az a speciál egy metrószellőző. Itt van a Podmaniszki Frigyes a szobra. Igen, hivatalosan Podmaniszki Frigyes térnek hívják. És ennyi lehet. Itt a boltok azok zavartalanul nyitva tartanak, ahogy a metró megálló is. Hát látjátok, eddig le van zárva. És hát köszönik a türelmünket, hát. És ez itt már maga az építési terület. De csak eddig lehet jönni. Tehát nyilván, hogy a boltok zavartalan működjenek, csak a innestől zárták le. És hát itt van maga a munkagödör. Tehát ennyire haladtak már az építkezéssel, hogy itt szétszedtek mindent. Látványtervek egyébként vannak, hogy fog ezt kinézni, de hogy pontosan mikor készül el, azt még nem lehet tudni. Itt van az építésről. De hát még ki sem elték írni, hogy mikor tervezik átadni. És látjátok, az önjárós SST-t volikkal még be lehet ide jönni. Viszont több trollit meg már Ikarusszal pótolnak. Egyébként itt van maga a tér. Mindjárt megmutatom a másik oldalról is. És igen, és itt lett. Úgyhogy innen ember minden nemű közúti forgalmat ki fognak tiltani, nem csak a trollikat. Bár úgy tudom, eddig is csak a BKV járművel jöhettek ide be, úgyhogy igazából nem értem, hogy miért nem fértel ez itt. Még a térfelújítás után is.
pláne ugye egy árammal működő trolibusz. Az nem tudom, hogy kit zavart itt. És akkor mindjárt megnézzük akkor az újonnan létesült fordulót, aztán meg még hozzáteszek egy-két dolgot. Na és akkor látjátok, itt van az új visszafordulót, az a sárga csíkkal kijelölték az útvonalat. A jövőben itt fog a trolli visszafordulni. Felső vezeték is így lett átépítve. Az itteni felső vezetéket meg le is bontották. De mindjárt ezt meg is tudom mutatni, és egyébként ott, ahol ott a BKK-sok állnak, ott lesz majd az új trolli megálló, ott valahol látszik is. Ennyi. Hát így fog kinézni, tehát hogy a 72-es meg a 73-as eddig fog elni, tehát gyakorlatilag semmi nem változik. Ugyanúgy az Arany János utca lesz a végállomás, csak jóval messzebb lesz mindentől, a metrótól is, amire mondjuk érdemesen át lehet szállni. De járt téltől is, mert benne 9-es busz megállója az ugyanott fog maradni, ahol eddig volt a végállomás, tehát ahhoz így alagolni kell az egyszeri közös átszállási megálló helyett. Úgyhogy gyakorlatilag sikerült a létező legrosszabb megoldást itt alkalmazni, aminek abszolút semmi értelme nem volt, úgyhogy azontól, hogy széldulták az egész teret, itt több hónapi le lesz zárva, itt lesz a káosz. Hát akkor lássátok felé, mennyi lett volna itt a Podmaniszki térről készült videó, ahol gyakorlatilag az történt, hogy jó sok pénzből tették még rosszabbá, mint eddig volt itt. És a létező legostobább, legidiótább megoldás sikerült itt összehozni, hogy a semmi érdemi fejlesztés nélkül, amire egyébként lett volna most lehetőség, ha már tud is átépületél, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor a troll ide nem jöhet be. Aminek szintén semmi értelmét nem látom, hogy most két ezért troli vonalnak legyen itt a végállomása. És a troli az eleve elektromos üzem, és elég szennyezése, igazán nagy zajjal nem jár, buszokhoz képest legalábbis. De ha már ez van, akkor meg lehetett volna ezt jobban is csinálni. A 72-es az tovább mehetett volna a Calvin térig, ahogy erre volt is példa korábban, de tessék meg is mutatom, hogy itt a Bajcsin nyugodtan jöhetett volna még, és itt a felső vezeték sem okozna problémát, még akkor sem, hogyha későbbiekben a villamos visszaépülne, ami egyébként szintén szükség van, hogy akkor a Deák tértől a Lehel térig visszaépülne a villamos pálya, mert hogyha ezt eleve nem is szüntették volna meg, mert az is nagy hülyeség volt, de ha visszaépült volna most, akkor a metrópótlásnál milyen jól jött volna. Már most is, de majd a későbbiekbeni metrópótlásnál is milyen jól jönne, hogyha itt meg lenne a Lehel tértől a Deák térig vég a villamos vonal. Mert nyilván most az északi szakaszt fogják hamarosan átadni, hát majd mondjuk egy olyan egy hónapon belül körülbelül, hogyha minden jól megy, de nyilván lesz majd a középső szakaszon is vágányzat a felújítás miatt, meg nyilván most a másik, a déli szakaszt is el fogják kezdeni, még idén. Szóval nem okozott volna sem a problémát, hogy a 72-es az be lehetett volna itt vinni tovább a Calvin térig, legalább lett volna egy átszállásmentes kapcsolat, hogy azért legalább valami érdemi fejlesztés lett volna. Mert így ez, hogy ugyanis csak egy kereszteződéssel arrébb fog megfordulni, csak aminek semmi értelme nincsen, csak az, hogy többet kelljen gyalogolni. Tehát ez nem fejlesztés, ez visszafejlesztés. Tehát még a vasút felújításon ezt szokták azt mondani, hogy a 80-asnál is, hogy jó sok pénzből konzerválják, hogy ugyanazt, ami eddig. Tehát hogy 10 hónapos vágányzál, de semmi érdemi fejlesztés nem van, legalábbis nem csökken a menetidő. Nem lesz ettől jobb, nem lesz nyomvonal korrekció, stb. Viszont sok pénzt elköltünk arra, hogy konzerváljuk ugyanazt, ami eddig is rossz volt. Na itt még az sincsen. Sok pénzt elköltünk arra, hogy még rosszabbá tegyük. És itt van még a 73-as, a Tonyval, meg szerintem, én azt gondolnám, hogy azt be lehetne kanyarítani a nyugatiig. Mert ott el is férne, van neki helye. És arra viszont még valós utasigény is van, hogy a keleti meg a nyugati összekötés átszállás mentesen. Mert az jelenleg csak vasúton a körícét tudja megoldani. Az meg nyilván nem opcionális alternatíva. De ott el is férne, ott vissza is tudna fordulni a nyugati pályaudvart megkerülve. Másik oldalt a Ferdinánd hídon, ahogy jelenleg is jár a 76-os, tehát azt meg lehetne oldani. És ez lenne még a legkevesebb, viszont az megint egy érdemi fejlesztés lenne. Most az, hogy eljön a keletitől ide a troli, annak sok értelme nincsen. Tehát, hogy a nyugatinál végállomásozna, és ott fordulna vissza, az sokkal jobb lenne szerintem. A 72-es meg nyugodtan akár az Olci térig el lehetne küldeni innen.
mert igazából bármi jobb lenne, meg, vagy akár csak a Deák térig meghosszabbítani, mert még az is értelmesebb lenne, hogy akkor ott forduljon meg az Erzsébetet megkerülve. Mert akkor is legalább valami hosszabbítás, meg akkor megint egy másik csomóponthoz. Mert gyakorlatilag ugye ez van, hogy innen az Arany János utcánál, akkor még hogyha valaki, mert a Deák tér az forgalmasabb, oda többen akarnak jönni, mint ide. Hogy akkor vagy egy megállót kell menni a metróval, ami gyakorlatilag több ideig tart lemozgó lépcsőzni a metró megállóban, és megvárni a metrót, mint maga az utazás, meg ugye, amiben nyilván a Deák téren feljönni. Vagy pedig a 9-es busszal, de ahhoz is most már gyalogolni kell, mert eddig legalább a megálló közös volt. Hát most már az se lesz az. Úgyhogy gyakorlatilag még rossz. Viszont ha a Deák térig elmenne, mert azt tényleg nem tart a sokáig, és akkor még ott is meg tudna fordulni, ott az Erzsébetet megkerülve. És még annak is sokkal nagyobb haszta lenne, ha már a Kálvin térig nem megy el, pedig szerintem az igazi megoldás a 72-esnek az lenne. 73-asnak megmondom azt, hogy én bevinném a Nyugatiba. Szerintem még az lenne a legjobb. Meg ráadásul még az a legolcsóbban kivitelezhető megoldás lett volna, aminek tényleg van gyakorlati haszna. Hát na jó, gyakorlatilag akkor ez a kis videó az ennyi lett volna, hát közben most már mennem kell, de ha úgyis erre jártam, akkor szétnézünk itt a környéken. Valami érdemi javaslatotok van még, vagy ötletetek erre, mit lehetne ez a két olival csinálni? Vagy gyakorlatilag ami lesz annál, szerintem minden jobb. Úgyhogy írjátok meg kommentben, például. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, lájkoljátok, ha nem, akkor diszlájkoljátok. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!